600 ezer magyar zsidó pusztult el a II. Világháborúban, és 6 millió a zsidó elpusztult embereknek, meghalt embereknek a száma. Rendhagyó történelemórát tartottak az Illyés Gyula általános iskolában, ahol egy idős holokauszt túlélő élettörténetét ismerhették meg a 8. osztályos tanulók. Bárány Katalin katónéni a Somogy megyei Buzsákon született 1930-ban, zsidó származása miatt 14 évesen 1944-ben került Auschwitzba. Élettörténetét hasonlókorú gyerekek hallgatták. Itt most többnyire 14 éves gyerekek vannak ebben a teremben. Katónéni, amikor 14 éves volt, akkor került Auschwitzba. És azért gondoltam, hogy ezeknek a gyerekeknek meg kell ismerni egy olyan embernek az élettörténetét, aki a, mondhatnánk, hogy a pokolba került ennyi idős korában, és onnan megszabadult csodák folytán. Mert nagyon kevés embernek sikerült ez. 6 millió ember odaveszett. Katónéni az egyike volt azoknak, akik haza tudtak jönni. Bárány Katalin a deportálást követően több lágert megjárt. A munkatáborokban rabszolgamunkára fogták. Egy év kínszenvedés után teljesen lesoványodva tért haza 1945-ben. Édesanyja is sokat szenvedett, édesapja pedig nem élte túl a haláltábort. Mint Bárány Katalin elmondta, a mély hit az, ami megmentette és segített neki lelkileg ezt a nehéz időszakot átvészelni. A mély hit. Mélységes hitem. Tudtam, hogy Isten velem. A szüleim azt mondták, hogy imádkozz, kislányom, akkor nem lesz baj. És én ezt tettem reggel este. Hát ez a baj, hogy ha eszembe jut, akkor szívesebben sírok. Most már koromnál fogva, hát nem sokkal, és akkor betöltöm a 90-et, úgyhogy hosszú volt ez az élet, és nehéz. Kegyetlen sorsával kapcsolatban csak egy kérdése van Bárány Katalinnak. Miért? Ez a kérdés a címe a 2014-ben megjelent könyvének is, melyben élettörténetét tárja az olvasók elé.